Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. 400 millió forint fejlesztésre megújul a Veres Endre utcai rendelőintézet. Észrevételeket fogalmaztak meg az alaptantervhez, tanévet nyitott a pedagógusok szakszervezetének Baranya megyei szervezete. Újra dübörög a Mecsek oldal, október 12-e és 14-e között ismét a rallié lesz a főszerep Pécsett és szerte Baranyában. Két pályázatból összesen 400 millió forintot fordítanak fejlesztésre a Pécsi Veres Endre utcai rendelőintézetben. A pályázati forrásnak köszönhetően Pécs első egészségfejlesztési irodáját alakítják ki, ahol a betegek életmód tanácsadást kapnak, egészségfejlesztő előadásokon és programokon vehetnek részt, valamint korszerű és nagyértékű eszközöket is beszereznek számos szakrendelésen. Közel 300 millió forintból újul meg a Veres Endre utcai rendelőintézet eszközállománya. Ezzel az újabb pályázati lehetőséggel Pécs rendelőintézeteinek további fejlődése valósul meg. Közelmúltban két pályázati lehetőségen is sikeresen szerepelt Pécs városa, illetve az Egyesített Egészségügyi Intézmény, amelynek keretében közel 400 millió forintból tudunk fejlesztéseket végrehajtani itt a Veres Endre utcai rendelőintézetben. Jelenleg így néz ki a Pécsi Veres Endre utcai rendelőintézet szemészeti vizsgálója. A most is használt gépek mellé hamarosan egy korszerű szemészeti CT érkezik, ami még komplexebb vizsgálatot tesz lehetővé. Nem csupán a szemészeti szakrendelés kapuja eszközt, a fogászati röntgen is digitális lesz, de kardiológiai ultrahang, neurológiai ENG és digitális mammográfot is beszereznek. Rendelők megújításra kerülnek. Ennek a pályázatnak a célja az, hogy a betegeket minél hamarabb el tudjuk látni, és a tovább küldések száma csökkenjen. Tehát itt olyan eszközök kerüljenek beszerzésre, amivel a betegeket itt a szakellátó intézményben el tudjuk látni. A Veres Endre utcai rendelőben azonban további munkálatok is várhatók, Pécs első és valószínűleg egyetlen egészségfejlesztési irodáját alakítják majd ki, rögtön a bejárat mellett lesz majd a tanácsadó szolgálat. Pécs és a járásba tartozó mintegy 40 település mintegy 180 ezer lakosának lesz elérhető jövő márciustól az iroda, ahol elsősorban magas vérnyomással, diabétesszel és a megelőzéssel, prevencióval kapcsolatban kaphatnak tanácsot az idebetérők. Tanévnyitó értekezletet tartott a pedagógusok szakszervezetének Baranya megyei szervezete október 4-én Pécsett. A találkozó célja, hogy a szakszervezettel kapcsolatos információkat eljuttassák a tagoknak, a felmerülő kérdésekre pedig közösen keressenek megoldási lehetőségeket. A mostani értekezleten bemutatkoztak a nyáron megválasztott új szakszervezet vezetők, és ismertették az érdekképviseleti fórum főbb feladatait is. A találkozó fő témája azonban az a 20 pontos észrevételeket és véleményeket tartalmazó szakmai anyag volt, amelyet a készülő nemzeti alaptantervhez kapcsolódva a szakszervezet megfogalmazott. A legfontosabb a 20 elemből az, hogy nem készült el egy olyan vizsgálat, amit a jogszabály előírt és a miniszternek feladataként jelölt meg, hogy az előző NAT hogyan vált be, hogyan működött és hol kellene változásnak történni. Ezt nem látjuk, hogy a kormányzat részéről ez a szándék megjelent volna, illetve ennek a törvényi kötelezettségének eleget tett volna. Általános iskolások lepték el az egyik közkedvelt pécsi szállodát, olyan tanításmentes napot tartottak nekik, ahol nem csak megnézhették, hogyan működik a vendéglátás, hanem ki is próbálhatták a különböző szakmákat. Az általános iskolákban tavaly vezették be, hogy minden évben egy olyan tanításmentes napot kell tartani, ahol egy bizonyos szakmával találkozhatnak a gyerekek. Ennek célja nem más, mint hogy segítsék őket a pályaválasztásban. Egy főétel és valamilyen desszert. Nem csak az étlapot, hanem a konyhát is tüzetesebben átvizsgálhatták azok az ötödikes gyerekek, akik a pécsi Laterum szállodába kaptak meghívást. A Pécsi Tudományegyetem egyes számú gyakorló iskolájából 23 tanuló érkezett, hogy megnézze a különböző szakmákat. Más az, amikor beszélünk az iskola falai között, és más az, amikor egyenruhában a helyszínen tapasztalják mindazt, amiről mi beszélünk elméletben. A tanárok szerint egy ötödikes diák számára maradandó élmény, ha személyesen is átélheti, amiről az órán hall.
Nagyon örültünk a helyszínnek, hogy egy ilyen környezetben találkozhatnak a gyerekek a különböző szakmákkal, a cukrászokkal, a pincérekkel, a recepciósal, és szeretnénk szituációs játékokban gyakorolni, hogy hogyan működik ez a valós életben. A Nemzeti Alaptanterv szerint egy évben egy pályaorientációs munkanapot tölthetnek az általános iskolások olyan helyen, ahol szakmákat figyelhetnek meg. Azt, hogy hol, azt ők és az iskola döntheti el. A gyerekek azért érkeztek hozzánk, hogy bizonyos szakmákat megtapasztalják, megnézzék, hogy ez valójában hogy történik a mindennapi életben, ezek a munkavégzések, és hát mi be tudjuk nekik mutatni a vendéglátóegységünket, ahol szakácsok, mesterszakácsok, pincérek, mesterpincérek dolgoznak. Egy évben 181 tanítási nap van, ebből pedig 6 olyan, amikor a gyerekeknek nem kell feltétlenül tanulniuk. Ezek között van a pályaorientációs foglalkozás is. A családorvosok, más néven házi orvosok jelentősége az orvoslásban kiemelkedő, hiszen a betegek rajtuk keresztül kerülnek be az ellátórendszerbe. A családorvoslás elmúlt 25 évéről és a jövőbeli reményekről tartott a konferenciát Pécsett. A családorvos a kapocs, a védvonal a betegek és a szakellátó rendszer között. Általában a házi orvossal találkozik először az, aki egészségügyi segítségre szorul, és a szakrendelések megfelelő működéséhez is szükséges, hogy a házi orvosok megfelelő helyre küldjék betegeiket. A családorvoslás hatékony működését már 25 éve segíti a Pécsi Tudományegyetem Alapellátási Intézete, amely az egyetemi és a posztgraduális szakképzést is összefogja. Kutatási programok valósulnak meg, és gyakorlatilag az ország 10 megyében vannak olyan oktató családorvosaink, akikhez az orvostanhallgatók és rezidens kollégáink tudnak kapcsolódni, tudnak a képzési gyakorlati programokba részt venni. A Pécsi Orvosi Karon 137 tutor, oktató családorvos vezeti a képzésben résztvevőket. A 25 éves intézet kétnapos konferenciát szervezett szeptember végén, amelyen a családorvoslás jövőbeni feladatairól és az oktatás fejlesztéséről is tanácskoztak. Pécsen 182 orvosi körzet van, itt dolgoznak a házi orvosok, gyermekorvosok, fogászok. A város vezetése is szükségesnek tartja, hogy támogassa az alapellátás hatékonyabbá válását. Az egyetem és a város erősödő stratégiai szövetségének keretében nagyobb figyelmet kell, hogy szenteljünk a következő időszakban az alapellátási intézetben folyó munkára, hiszen a Pécsi Tudományegyetemen 25 éve működik az alapellátási intézet, amely kifejezetten a családorvos képzésben tud olyan utánpótlást biztosítani, amelyet ha jól együttműködünk, akkor azt eredményezheti, hogy Pécset nem lesznek kiürülő háziorvosi praxisok a következő időszakban. Őri László hozzátette, a város helyi adó kedvezménnyel támogatja a házi orvosokat, és az önkormányzati tulajdonú rendelők felújítását is folytatják, erre 700 millió forintos keretet szánnak. A magyarországi németek is együtt ünnepelnek az anyaország lakóival Pécsett. A rendezvényt, amelyet a Német Egység napja alkalmából rendeztek meg, csütörtökön este tartották a városban. A budapesti német nagykövetség az idei ünnepséghez a 28 év a berlini fallal és 28 év nélküle mottót választotta. A Német Egység 1990. október 3-án vált hivatalossá, amikor az egykori NDK szerződésben csatlakozott a Németországi Szövetségi Köztársasághoz. Dr. Gerner Zsuzsanna, a Németországi Szövetségi Köztársaság pécsi tiszteletbeli konzulja, a budapesti német nagykövetségről érkezett vendégek mellett Pécs város alpolgármesterét, Decsi Istvánt, Horvátország új pécsi főkonzulját, Drágó Horvátot, valamint a konzulátus hivatali körzetéből, Baranyából, Tolnából, Somogyból és Bács-Kiskun megyéből érkezett polgármestereket, a társadalmi és civil szervezetek, az egyetemek és köznevelési intézmények, a vállalatok és a sajtó képviselőit is köszöntötte a Palatinus szállodában. Október 12-e és 14-e között ismét a rallié lesz a főszerep Pécsett és szerte Baranyában. Az 52. Aqua Profit Mecsek Rally újdonsága, hogy a prológ mellett a rajt és a céldobogó is a Pécs plázánál várja az érdeklődőket, ráadásul ingyenesen. A versenyzők pedig a klasszikus mecseki pályákon, de helyenként új vonalvezetésű gyorsasági szakaszokon is kipróbálhatják autóikat.
Új vagy részben új gyorsasági szakaszok, új rajt és célceremónia helyszín, egy különleges amatőr ralli betétfutam, ennyiben lesz más az előző évekhez képest az idei Mecsek ralli. Az október 12-én kezdődő eseményről tartottak sajtótájékoztatót a Pécs plázában pénteken. Szerintem nagyon jók a pályák, biztos, hogy reményeink szerint szeretni fogják a versenyzők is. Szombaton 2x4 gyorsasági lesz, vasárnap 2,5, izgalmas, nehéz, összetett pályákat építettünk. Az ORB sorozatban az abszolút kategória élmezőnye két fordulóval a bajnokavató előtt még meglehetősen nyitott, ahogy a géposztályok élén is nagy csata vár még a csapatokra. Én remélem, hogy ismét elérünk egy ilyen több tízezres nézőszámot, nyilván időjárás függő is ez rendkívül. Maradjon ilyen, mint a mai nap folyamán van, süt a nap, felhő nincs az égen, és akkor ez mindenkinek egy jó hétvége lehet. Természetesen idén is lesz pécsi versenyző a futamon, a legendás 6-szoros magyar bajnok Ranga László fiai az elmúlt 10 év során rendre rajthoz álltak. Nekem azért is alapvetően különleges, mert édesapámat először itt láttuk versenyezni a 90-es évek elején, azt hiszem, vagy a 80-as évek végén, úgyhogy azóta a szívünk csücske ez a verseny, ráadásul itt élünk ugye Pécs városában. A program pénteken délután a rajtceremóniával indul a Pécs plázánál, ahonnan a nemzetközi historik mezőny vág neki elsőként az újabb megmérettetéseknek. Összesen több mint 100 nevezés érkezett, és idén az eddigi évektől eltérően ezen a hétvégén rendezik majd meg a rally előszobájának is tekinthető Marb és Sprint Kupa sorozat remeterét Árpád tető közötti futamát is. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. 400 millió forint fejlesztésre megújul a Veresendre utcai rendelőintézet. Észrevételeket fogalmaztak meg az alaptantervhez, tanévet nyitott a pedagógusok szakszervezetének Baranya megyei szervezete. Újra dübörög a Mecsek oldal, október 12-e és 14-e között ismét a rallié lesz a főszerep Pécsett és Szerte Baranyában. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Pénteken szinte zavartalan volt a napsütés a város felett, késő estére 13 fokig hűl le a levegő hőmérséklete, szombaton derült marad az ég, a déli délkeleti szél több helyen megélénkül, hajnalban 1-8, délután 20-26 fok várható. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!